Sajtótájékoztatót szerveztek hétfő délután a fogyatékkal élőket alkalmazó Café Coliseban a Káptalandonban. Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2022 néven induló projekt nyitányán arról számoltak be, hogy elsősegélynyújtó oktatás indul városunkban a fogyatékkal élők számára. De nem csak a sérülteknél, ugye az épp egészséges embereknél is nagyon sokszor gondot jelent, hogyha találkozik a mindennapi életben, a munkába járásban, a foglalkozás közepette egy adott sérüléssel, nem tud mit kezdeni vele. Ugye az a kérdés, hogy akarunk-e, merünk-e és tudunk-e. Ez a projekt ötlet ebből kifolyólag indult el és valósulhat meg. Tulajdonképpen 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásból az előbb felsorolt intézményekben dolgozók és élők közül 16 fő fiatal vehet részt ebben a rendhagyó elsősegély oktatásban. Mitől rendhagyó? Attól rendhagyó, hogy személyenként kerülnek felmérésre pszichológus által a képességeik szerint a fiatalok, és ez szerint a felmérés szerint készülnek el kvázi a személyre szabott képzési tervek, és csoportos, illetve egyéni formában mindenkinek a képességének megfelelően kerül sor a tudás átadásra. A győri egyházmegye püspöki vagyonkezelője a fenntartóval egyetértve úgy gondolja, hogy fontos képességekre tudnak majd szert tenni a projekt során a fiatalok. Én azt gondolom, ezen a dombon, ami a Káptalan domb, és ami most már 1000 éve a győri egyházmegyének a központja, azt a egyházi küldetést kell tolmácsolni, hogy segítő baráti szeretet, hogy minden ember azonos méltóságot képvisel. Ha ezeket meg akarjuk valósítani, akkor észre kell vennünk, hogy van körülöttünk olyan embertársaink, akik támogatásra szorulnak. És így lesz teljes ez a egyházi küldetés, ha ilyenben is megnyilvánul. A projektmenedzser szerint lesz, aki épp csak szólni tud majd az épp embernek, ha észleli, hogy valakinek segítségre van szüksége, de lesznek olyanok is, akik az egész folyamatot végig tudják majd vinni. A résztvevők pedig nagyon izgatottak az oktatás miatt. Én azt gondolom, hogy ez egy kihívás egyrészt, másrészt meg ugye az ilyen alapdolgok, ugye ezek a újraélesztés, meg hogy a 112-t kell hívni, meg a, hogy hogyan történt, hol vagyok, meg ki van velem, ki van mellettem, és akkor hát igazából ez egy kihívás, ezt tudom rá mondani. Ez segít majd neked abba, hogy tudjál segíteni másokon, szerinted merészebb leszel ezáltal? Igen. Ez egy olyan kihívás nekem, én ezt őszinte leszek, nem csináltam soha, de jó lesz, várom. A projekt, amelybe pszichológusokat és a mentőszolgálat munkatársait is bevonták, augusztus végén fejeződik be. A végére egy online tananyag is készül majd, melyet a szervezők minden fogyatékkal élőket foglalkoztató és gondozó intézménybe szeretnének eljuttatni.